Juhú! Wow, jóslást kaptok most tőlem, és ez fontos most számotokra. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Mi lehet most számodra fontos? A kereszt. Jelenti a hitedet, jelenthet vallásos témákat is, de kihat az élet utadra, hiszen az élet utatok kereszteződik, ezek fontos találkozások vagy döntések, hiszen az is lehet, hogy elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Persze az is lehet, hogy ő hoz most döntéseket, útban van hozzád, látni akar téged. Itt még látható a felhő. Eddig valami olyan bizonytalan volt, de ez most elmúlik, hiszen látható itt a napfény, a világosság, a mozgás, a könnyűség, és ami fontos, ő beszélni akar veled. Mert tisztázni akar bizonyos dolgokat a múltból, különösen arról beszél, amit fél évvel ezelőtt éltetek át. Itt láthatóak a gyűrűk, és keresi veled a kapcsolatot. Amennyiben ő még egy házasságban él, akkor itt látható a hamisság. És ő szeretne kilépni ebből a kapcsolatból. Persze az is lehet, hogy együtt lesztek, vagy lesz egy házassági ajánlat, de valaki figyelget benneteket, ezért ő egy kicsit még óvatos. De ennek ellenére beszélni fog veled, találkozni akar veled. Itt megjelensz, mint egy hölgy, és rólad van szó, ő látni akar téged, sőt. Ez a férfi álmodozik rólad, hiszen a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Az is lehet, hogy van köztetek egy telepátikus kapcsolat. Hogy te is érzed azt, amikor rólad álmodik, vagy amikor rád gondol. Itt a halak jelentik az anyagiakat, és ez a torony lehet egy bírósági ügy, vagy hivatalos dolog, neki itt rendezni kell valamit, ami a pénzügyi dolgokat illeti. Persze a halak jelenthetik az értékeket, a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, és ő tudja, hogy mennyire magas, mennyire kisugárzó az egyéniséged, hiszen tisztában van a te nagyságoddal, erre is utalhat ez a torony. Te jelenthet hivatalos dolgokat, bírósági ügyeket is. A könyvek jelenthetik a tudást, a továbbképzést, ebben az esetben a torony jelenthet iskolát, iskolázást is, és itt vannak a gyerekek. Vagy a gyerekeiről van szó, vagy ez a hivatása, hiszen tanár, ez is lehet. Vagy azt is jelenthetik a képek, hogy valaki eltitkol előle valamit, különösen ami az anyagiakat illeti. És ez lehet a vállás, vagy egy örökösödési ügy is. De kiderül a valóság, itt látható az ártatlanság, lesz egy új irány, lesz egy új kezdet, hiszen rólad álmodik, értékel téged, keresi a kapcsolatot, találkoztok, beszéltek egymással. Az, hogy a háttérben megjelenik a hamisság, vagy a titkok, vagy az anyagiak, ezt tudjátok majd egymással
rendezni, mert beszélni fogtok ezekről a témákról is. És ez volt ez a juhú, de wow, orákel. Ha tetszett a videó, akkor örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet, hogy tetszette ez a wow, orákel. Persze, ez is megrendelhető 4000 forintért, ha szeretnéd ezt a kirakást. És meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta írok a Maja naptárról, ha téged ez érdekel. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!